Ebbe a videóba egy-két dolgot szeretnék tisztázni. Először is visszatekintve a Neparác Kendrével készült rádióinterjúra, elég sok komment érkezett, és rövid idő alatt elég sok megtekintéssel bír a videó. Hát nyilván a sült hülye kommentekre nem csak hogy időt nem vesztegetek, hanem a szóban forgó delikvens azonnali hatállyal bannoltam is, tehát marhákra nincs szükség. Se a mi oldalunkon, se az ellenség oldalán. Úgy gondolom, hogy az ilyen embereket azon a hatája likvidálni kell. Összefoglalnám akkor én is röviden, tömören, hogy miről beszélt Neparácki. Úgy gondolom, hogy nála érthetőbben senki nem fogalmaz tudományos körökbe. Úgyhogy én nem értem egy-két kommentnek a miben létét. Tehát genetikai vizsgálatok történtek, és ma is jelenleg is zajlanak a karosi temetővel kapcsolatban. Ugye a hivatalos terminus szerint ez egy honfoglaláskori temető, de mi tudjuk nagyon jó, hogy itt hazatérés és nem honfoglalás történt. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy 9. századi magyar temetőről van szó. És ugye ebben a videóban nem csak a kommentekre reagálnék, illetve tekintenék vissza a Neparácki interjúról, hanem az akadémia logikáját követve ebben le fogom leplezni, mi lesz az ő reakciójuk, vagy hogy fognak erre lépni, erre a tényre, hogy nem finnugor a magyarság. Amikről Neparácki Endre beszél, ugye elhangzott, hogy három nagyobb és jelentősebb csoportot lehet elkülöníteni genetikailag a karosi temetőbe. Az egyik az ázsiai területeket lefedő hun utódnépekkel rokonítható game markerek. Ez ugye közel 40%, egyébként 37 egész valamennyi, tehát most itt 40. A másik pedig ugye, amire részben azt lehet mondani, hogy skandináv germán, de részben azt is lehet mondani, hogy szkíta. Ha most hogy jön a skandináv germánokhoz a szkíta? Hát úgy, hogy nyilván a szkíták is egy tőlszövetség voltak, a Bécsi medencétől, hát gyakorlatilag belső Ázsia területeig értek ők is, és egyébként a hun is egy szkíta nép eredendően, csak ő más földrajzi helyeken más őslakókat uralt le. Ennyi a különbség. Tehát ez az úgynevezett Srubnaja-Jamnaja kultúra, ez a bronzkori, a hipotézisek szerint az indoeurópaiakhoz köthető kultúra. Azért mondom, hogy hipotézis, mert nincs nyelvi emlék, ami alapján ezt biztos lehessen állítani. De mivel a keltákban, a germánokban, a latinokban él tovább az ő genetikai hagyományuk, vagy a ma ilyen nyelven beszélő kultúrákkal kapcsolatban, meg hát az ő elődeiknek tekinthető, tehát ugye a kelták esetében nyilván az írek, skótok őrizték meg a nyelvet, de hát például a franciák is azon a területen vannak, tehát őket is alapul lehet venni. Tehát a lényeg, hogy Európa döntően ettől a bronzkori Jamnaja kultúrától származik, amely egy preszkita kultúra, de nem csak a Jamnaja volt egyébként a szkíták elődje, hanem például a szinta Strandronovo is, ezt is indoáriázzák, ezt viszont már tényleg elutasítom, hiszen ez, ha van magyar, akkor az ez. És azért itt megemlíteném a keltákkal kapcsolatban, hogy ők nem csak ettől a Jamnaja Srubnajától származtak, hanem anatóliai, trójai eredetük is van, tehát amit ilyen hülyeségnek véltek egyes megmondó emberek, hogy a francia krónikában, meg a magyar krónikában is ugye elhangzik ez a trójai szikamber történet a frankokkal kapcsolatban, ez genetikai bizonyítást nyert. Ahogy a magyar krónikák is. Erre is kitérek természetesen. Tehát itt egy olyan kultúrán van szó, ami lovagolt, bronz fegyverei voltak, ők állítottak legelőször kőbabát, halomsírba temetkeztek, tehát nagyon sok szkíta sajátossággal bírtak. Ez a mai Ukrajna területén létezett ez a kultúra, de például az Uralhegység nyugati oldalá is végig felhúzódott északra. Embertanilag, genetikailag mindenhogyan megvan az ősi magyarok között, de mondom még egyszer, a germán, szláv, latin, a szláv nem, a germán, a latin és a szlávok más tészta. Róluk majd később, de ez a később ez lehet, hogy pár év lesz, mert nem tisztázott, hogy ők valódi népe vagy sem, stb. Most nem akarok belemenni mélyebben.
Tehát a Leparácki Endre második csoportja szintén 40%-os előfordulással foglalja a magyaroknál, az részint rokonítható a vikingekkel, a germánokkal, a keltákkal, a... hát én a latinok is ugye veszem, ez az olaszokban is megvan ez, de mindegy. De ők ugye jelentős mediterrán génnel is bírnak, de azért ott van bennük is ez a szál. Tehát, és nyilván ezekkel a népekkel, ami összeköti az ősi magyarságot, ez az a jamnaja, szrubnaja, bronz, illetve vaskori kultúrák a mai Ukrajna területén. Tehát ez a Fekete-tengertől északra, egész az Uráli. És ezek ugye preszkítának mondott kultúrák. Ezért van az indoárja igény a szkíta múltra. Viszont innen keletre volt az a szintasta Andronov, amit megint csak megtalált Neparácki. Ez viszont már ugye alánok között, szarmaták között, hunok között, és itt a hunoknak a vezető rétege értendő, mert ez a szintasta kultúra, ez egy európid jelegegyüttesekkel bíró kultúra volt, sőt proto-európid, tehát itt a kőkori kőművesek, földművesek, és anatóliai közel-keleti földművesek genetikai hagyatékát hordozták a bronzkor folyamán. Ezt ő a hunokkal együtt taglalja. És nyilván, amikor na itt kérdeztétek, hogy na most akkor ez a belső ázsiai rokonság, hogy itt mongolok jöttek szóba, meg evenkik, meg búriátok, stb., hogy akkor most mongolidok voltunk, valóban nem. Itt a magyarság a Siunu Hunbirodalmon belül azt az elit réteget reprezentálta, aki európid és a szintasta kultúrától származik. De mivel megszállta, idézőjebb, na otthon foglalás történik, ezt az ázsiai területet, belsői területet, ahol majd a Hunbirodalom létrejön, hát nyilvánvalóan itt vegyes házasságok történnek, sőt, amikor ugye elmozdulnak nyugat felé a hunok, akkor nem hagyják otthon a mongolit típusba tartozókat hozzák magukkal. Tehát ezek eredendően altái népek, altái nyelven beszélő népek, a türk is meg a mongol is. És ezt a Tari Üngrüsz nagyon jól megfogalmazza, ők tatároknak hívják a Üngrüsznek a népét, tehát magát a köznépet. A vezető rétegről pedig tudjuk nagyon, hogy Nimród és az alánok, Duló alán fejedelmének a lányai. Mit talál Neparácki Endre a leggazdagabb sírmellékletekkel rendelkező sírokban? Kaukázusi közel-keleti gént. A kaukázusi nyilván az alánokkal hozható kapcsolatba, legalábbis a kaukázus északi előtere, ott Alánia volt, a déli előterébe pedig Szubartu, az a dél-kaukázus észak-mezopotámiai magas kultúra, a magyarságnak a bölcseje. Ez genetikai bizonyítást nyert. És itt most nem sorolom fel, mert rengeteg videón foglalkozik ezzel, hogy mivel lehet ezt még igazolni. Most csak a krónikánkkal kapcsolatban mondtam, hogy gyönyörűen alátámaszt mindent. A genetika, ami a krónikánkban van. És a krónikánk, ugye a Tarihi Üngrüsz az, ami ilyen pontosan fogalmaz, az zseniális. Tehát a Duló Alán klánnak volt egy tatár köznépe, ide a Szabír Hunor és Magor beházasodik, ezáltal örökli ezt a népet is, vagy ezt a köznépet, és ez így együtt a Hun. És ez a népnév pedig ugye a Hüngrüsz, tehát a Hunor nevéről kapta a nevét. És ez tényleg, ez is igaz, mert például Csabáról, Kabáról a kabarok kapják a nevüket, és ezt most mindenki jegyezze meg, mert ma kabarokról is szó lesz ebbe a kis előadásba, az akadémia kapcsán. Illetve, hát mondja, Attil Utúr volt a neve hősünknek, és az utúrgurok vitték tovább a nevét, vagy Kotrág a bolgár uralkodó nevét a kutúrgurok, Móger nevű személy is létezett innen nyilván a magyarok, Ogurd szeméről az ogúrok. Tehát ezek személynév, híres ős nevét átveszi egy törzs, és akkor utána az egész népnek ő ad nevet. Na most ugye Attilát ezt szokták kérdezni, az az utúrgurok vitték tovább a nevét. Egyébként ez is a Csaba népe, csak mikor Csaba meghal, akkor az utúrgurokból lesznek a kabarok. A másik érdekesség, hogy akkor hol a Nimród? És az is megvan. Az is megvan, ugyanis a Cicero kódexbe, amiben nem bibliai alapokon fogalmazódott meg a magyar ősök neve, mert azért ugye a papok, Anonymus, meg a többiek azért bibliai neveket, ugye Magóg, meg Nimród, stb. Használnak. Nem, az eredendően a magyaroknál létező ős neve az Kus volt, a szkíták ősek Kus volt, nem Nimród,
És ugyanaz a személy, csak más néven hívtuk. A Bibliában viszont már ő Nimród apja. Tehát látszik, hogy a Biblia visszanyúlt egy mélyebb kultúrához. És ez a magyar szabír kultúra volt. És ott torzított. És ez a kusánok, kusiták, kasszúk, de még a kazárok, kusár, kusáradata, kus népe, ezt jelenti a nevük. Ezek nem zsidó nép, nem szemita nép, ezek magyar, szittya népek voltak, csak pár idióta áttért a muszlim vallásra, például ismerünk ilyet, hogy Álmus ibn Sejkel, ez egy arab név, de ott a magyar Álmos név, akkor ismerünk olyan kazár uralkodók, akik betértek ugye a zsidó vallásba. Ezek a prozeliták. Erre a zsidók használják ezt a kifejezést, aki nem született zsidónak, csak fölvette a vallást. Nagyon sok néger veszi föl a zsidó vallást, őket rasszista módon megkülönböztetik az ortodox zsidók. Na, ebben most nem térünk ki, de ez nem zsidó nép. A zsidóknak semmi jogi alapja a kazár birodalommal kapcsolatban nincsen. Se Galíciával, se Magyarországgal kapcsolatban. És az, hogy kaukázusi közel-keleti géneket talál nepalászki, az se zsidó gén. Attól függetlenül, hogy ha megtalálják, ha nem, olyan embernél, aki ugye magát annak vallja, aminek akarja. Tehát mondom még egyszer, tisztázva lett ez a három fő csoport, és ez a három fő csoport, ugye genetikailag, ez egyértelműen a krónikáinkat igazolta, bizonyította be genetika segítségével. Létezik ilyen, mikor egy kétes eredetűnek tartott forrást utólag a tudomány bizonyít. Például a zendiratok, ugye ez az óiráni, vagy én úgy mondom, hogy ős magyar vallás kultusz, amiben például ugye nagyon sokszor előjön Nimród neve, Zoroaster neve, stb. Tehát ez az Avesta, ugye a törvénykönyvek, Zendavesztát megemlítik Zaratusztrával kapcsolatban, hogy a Kárpát-medencébe Pannon és Fót népével, ezek méd népek, telepedett le isteni akaratra, és itt szervezett ezeknek a vallású embereknek birodalmat. És mit? 2015-ben mi történik? Ugye dr. Szabó Géza, PhD régész, Cupon László egyetemi hallgatóval, aki ők ketten kutattak, gyakorlatilag kiásták ennek a bizonyítékait, ugyanis a regői Pannon kurgánok régészeti hagyatéka megsállt iránig a méd periódusig, tehát mondat vége pont. Tehát nem illírek voltak a médek, nem kelták voltak a médek, egyébként az illírekkel nagyon sok például fegyverek azonosak, stb. Tehát volt kapcsolat, de eredendően ők méd nép. Egyébként a médek papikasztja Magar néven fut. Ebben most nem szeretnék mélyebben belemenni. Tehát Neparácki Endre ezeket találja. Tehát itt nem kell itt ezzel kapcsolatban foglalkozni senkinek semmivel. Annyi, aki ismeri a krónikáinkat, annyi történt, hogy ez bizonyította be genetika segítségével. Na most, akkor vannak ilyen, voltak ilyen kommentek, hogy ugye ezzel mondtam, hogy akkor mongolok? Nem, ez nem azt jelenti, hogy mongolok voltak, hanem az, hogy Európid és Európa mongolid, tehát olyan történt, hogy keveredtek, de a tiszta mongolid az nagyon kevés, és ezt nem a genetika határozza meg, nem, ezek nemi kromoszómák, tehát ez anyai vonalat jelzi. Mert lehet, hogy amit megtalálsz te búrját földön DNS-t, mondjuk egy búrjátba, és éppen az a DNS gyakorlatilag nem jelenti azt, hogy az lehet, hogy egy európittól származik benne is, a képen oda ment. Tehát így kell hozzáállni, ezek nemi kromoszómák, nem testi kromoszómák. Az, hogy hogy néztek ki a honfoglalók, arra az antropológia, egy másik tudományág adja meg a választ. Persze genetikailag is lehet a fenotípusok segítségével bizonyos dolgokat meghatározni. Például tudjuk, hogy a kőkori földművesek, akiket én a magyarság legelső Kárpát-medencei jelenlétével azonosítok, és bizonyítottnak látom, ugye ők 8000 éve érkeztek be a Kárpát-medencében, őről például lehet tudni, hogy világos bőrűek voltak, szemben ugye a közel-kelet, vagy későbbi szemita lakosságával. Tehát gyakorlatilag itt, mondom még egyszer, az antropológia, és volt olyan komment, hogy hát a Kiseli az nem ezt bizonyította már be korábban, hogy az mi volt. A Kiseli az csontbiológus volt, valamilyen szinten antropológus is, nem tudom, hogy abból van-e diplomája, de tény, hogy ő antropológiával foglalkozott. Tehát amikor neki munkái jelentek meg, ott igenis fényképekkel illusztrált, mért emberi adatokat, egy külső megjelenést méri. Tehát az antropológiát úgy lehet lebutítani, hogyha azt mondom neked, hogy szőke, kék szemű,
magas ember, a másik meg mit tudom, barna bőrű, fekete göndörhajú, és utána megkérdezem tőle, hogy szerinted akkor melyik volt a svéd meg az arab, akkor fogod tudni nagy valószínűség szerint. És hát ez a külső megjelenés, ezt mérik, és ide különböző tájegységekről kapnak nevet ezek az embertani jellegek, például a turáni alföldről kapta nevét a turáni típus, a Taurus hegységről a taurit típus, egyébként a turáni alföld az mai Kazaksztán területén van nagyjából, illetve a Taurus hegység pedig ugye Kelet-Anatólia, ez két teljesen eltérő régió, honalapító őseink között is, például ez a karosi vezér, akinek kaukázusi közel-keleti génjei voltak, ez embertani besorolását tekintve, amit már nem Neporácki nyilván ő genetikus, hanem Kustár Ágnes és Talás Kultéti végeztek, elsősorban armenoidnak, vagy armelidnek, ugye ez a tauri típusnak a másik neve, egyébként hívják Anatolidnak, valaki meg se különbözteti a kaukázusi típustól, hát ez a kaukázusi régió, annak déli előtere. Túlnyomóan ebbe tartozott, és emellett még a pamíri és a turáni hatás jelentkezett az a külső megjelenésébe. Egyébként embertani videókat is szoktam készíteni, úgyhogy gyakorlatilag nincs ezzel probléma. Ez a két tudományág gyönyörűen kiegészíti egymást. Egyéb iránt a bíró András Zsolt előadásait, hogyha valaki tudja, akkor nézze meg, lehet kérdezni. Ő pont ezeket a, de versenyben a koponyán elhelyezkedő bizonyos pontokat, arányokat vizsgálja Eurázsiával kapcsolatban, magyarsággal kapcsolatban. Ezt a Tóth Tibor csinálta előtte, a 60-as években volt antropológus, hát neki is a szintasta andronovokultúra, a szarmaták jöttek, és stb. És nagyon messze volt a tiszta mongolidrasz, tehát az ázsiai mongolidrasz. Valamivel közelebb volt hozzánk az Európa Mongolid társulat, és az uráli, vagy a szibériai emberek is távol voltak. Tehát itt a magyarságnak mindig ez a szkita, szarmata, hun vonal jött ki rokonságnak. És aminek meg ugye a nyelvészek mondják, az távol volt, illetve hát a klasszikus ázsiai mongolid emberek is távol voltak. És egyébként, ha azt nézzük, akkor maga a karosi temető népessége az az Atlanti óceántól durván a Csendes óceánig bezárólag mindenhonnan tartalmazott emberkéket, akik ma ott élnek, azok rokoníthatóak a karosi populációval. Észak-déli irányba pedig ugye hát ott van a, mondom még egyszer, a kaukázus előtere, ami már ugye a közel-keleti régió. Ezen a területen, mondom még egyszer, ragozó nyelvű magas kultúrák, a legelső földművesek, ami őseink éltek, és nem sémiták ezen, mert ők már később érkeznek. Mire szerettem? Ja, akadémia. Na, az akadémia terve, ő úgy fogja támadni a Neporácki féle, hát nem tudja, mert tényeket ugye nem lehet támadni. A Neporácki azt mondja, hogy N1, A1, akkor úgy van. Ha azt mondja, hogy itt a J1, akkor úgy van, ugye most itt anyai markerekről beszélek. Az apai vizsgálat egyébként nyára, tavaszra várható, hát nyilván ennek nyilván ha ez publikálva lesz, akkor én is publikálom, amíg nem lesz, addig én se részeredményekkel meg nem mennék úgyse sokra. No tehát, visszatérve az akadémiára, a következő várható, a következő támadás várható a részükről. Ők azt fogják majd mondani, hogy ezek a kabarok, akik nem voltak magyarok, mert a kabarok az egy kazár török nép, és az ő genetikai hagyatékát találta meg a Neporácki, és ezt akarja a magyarokra rávetíteni. Igen, ám két kérdése van, akkor hol vannak a magyarok? Bár azok a csontok, amit vizsgálni lehet. Kettő, az előbb említettem, hogy minden szkita nép egy híres őstől veszi át a törzs a nevét, és a törzs adja a törzs szövetségnek, vagyis a népnek. Kaba, említettem, hogy Csaba neve. Tehát a Csaba népe azt jelenti, hogy kabarok, azt jelenti, hogy nem lázadó, meg az onogús azt jelenti, hogy tíz nyíl, meg ilyen baromságok, mert létezett Ugurd, vagy Gordász a másik verzióba, nevű személy, a 6. században egy hun személy, aki áttért a bizánci kereszténységre, népét is át akarta téríteni, aki ez ellen fellázadt, megölték, és helyébe testvérét, Mógeriszt választották. Most azért ezek a görög nevek, mert ez bizánci forrásban maradt meg.
De ezek tények. Tehát, és erről kapja a nevét a törzsszövetség. Kész. Ez az élén álló szeméről, egy ősről, stb. Stb. Egyébként vannak olyan források, Szevíjai Izidornál például, hogy a magyarok azonosak a hunokkal, bár egy időben vezérükről avarnoknak nevezték őket. Hoppá! Tehát érdekes forrás ez is. De minden esetre, itt most az a... Egyébként avar is az Aba. Például Aba Sámuel, Aba Amádé. Tehát ez az Aba névről kapta nevét. Abarok, avarok. Ezt a Cicero írja le egyébként. De ott is gyönyörűen végigfut ez. Úgyhogy Daka királyról a dákok. Tehát nagyon szépen megvannak ezek a személy nevek, amelyekből ugye a törzs kapja a nevét, aztán a lép, de ezt már nem mondom el akkor többször. Tehát az akadémia támadása az ez lesz, hogy a karosi temető népesség az valójában kabar, és a kabarok nem azonosok a magyarokkal, mert a kabarok a kazároktól szakadtak le, mint lázadók. Tehát így fogja pontosan elhazudni. És ugye a neparáckék meg arra gondolnak, hogy a karosi populáció az valójában egy feltétlenül török nyelvű populáció lehetett, hiszen a belső ázsiai török és mongol népekkel való, tehát az altái nyelvű népekkel való kapcsolódást ők genetikai bizonyították. Én itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a neparáckák által kimutatott kaukázusi népesség is magyarul beszélt, illetve az a szintasta Andronovó, amely ugyanennek a 40%-nak csak kisebb része, amit ő hunnak mond, de ott meghatározó volt a törzsszövetség szempontjából. Egyrészt azért, mert ennek a szintasta Andronovónak fizikai határa volt, de dél-szibériai területen bontakozott ki ez a kultúra, tehát következésképpen tőle északra éltek azok a népek, akikkel a nyelvegyezést, vagy a nyelvi analógiákat a nyelvészet megállapította, és erre húzott fel egy hazug elméletet. Tehát így jó a hely, így helyes a megfogalmazás. Viszont délebre haladva, ugye ennek a szintasta történetnek meg azok a Baktria Margiana beli kultúrákkal érintkezett, vagy volt kapcsolódása, ami viszont ugye Iránon keresztül honnan érkezett, a Közel-Keletről. Tehát nem véletlen az, hogy Tolstov Horezmet, ugye, amely már ettől a szintasta Andronovó kultúrától délre tartott terület, bár időben ez ugye későbbi kultúra, de például bebizonyította, hogy ez a közel-keleti szabír hurrik és a sumérok bizonyos régészeti sajátosságait ötvözik. És itt a hurriknál meg kell jegyezni, hogy ez egy perzsa név, azt jelenti, hogy napfiak. Hori, úgy kell ejteni. És a Horez szintén perzsa elnevezés, ez azt jelenti, hogy napfiainak állama. Nem kellett kitalálni. A baktéria kultúra az már egyidős a szintastával, ez az úgynevezett BMAC, úgy szokták írni, BMAC, ez a Baktria Margiana Kultur Komplex. És ez viszont szintén ugye, mezopotámia területéről vándorol ide keletre, tehát délfelé a szintastandronovó kultúra kapcsolódik az ősi közel-keleti népességgel, amely ugye mobilisan elhagyta területeket. Északon határos, gyakorlatilag a különböző urali népekkel, tehát például a kantimansi külseivel is. Ezeket a népeket a Szinhun Birodalom területén belül is megtaláljuk, tehát olyan túl nagy fantázia nem kell, hogy hogyan alakulhatott ki a nyelvi kapcsolódás, csak az átadó meg az átvevő volt más. Azt sem érték felül. Úgy történt a történelemhamisítás. És onnan már könnyen rá lehet csatlakozni a másik múltjára, és eljutunk tényleg az erdővezetbe. A szintasta Andronovó kultúrától nyugatra ott volt a Jamnaja, majd később a Srubnaja kultúra, amit érintettünk, hogy ez az indoeurópai, ma indoeurópai népek betorkolik. Keletre pedig ott volt az altái világ, ugye a türkomongolok ősei, akiknek ugye a genetikai hagyatékát is megtalálja Neparáczky. Tehát a szintasta Andronovó a kulcs a magyarság őstörténetében, ez a preszkíta kultúra, melytől nyugatra a másfajta szkíták, északra urali népek, keletre türkomongol, tehát altái népek, délre pedig a közel-kelet magas kultúráinak a kiáramlásai voltak. És ez gyönyörű, ez a magyar őstörténet, és ez van a krónikánkban is, mert ugye Nimródék ugye Évilat földjére költöznek. Most Évilat az nem földrajzi terület, az azt jelenti, hogy észak-kelet, csak nem tudtak ős magyarul, én meg igen. A Hunyat volt a nyugat régi neve.
A Vilát pedig a kellene, és a hunyorít, lehunja a szemét, elhuny, az ugye a nyugvással van kapcsolatban, a villat világít, világosság pedig hát a kelet kell a nap. Úgyhogy, ja, és éjszaka volt az éjszaktáj neve. Tehát évillatra költözik, az azt jelenti, hogy észak-keletre. Szubartutól, Mezopotámiától észak-keletre pedig Baktria-Malgiának kultúrkomplex, illetve a szintastanulomú kultúra van. De ha tovább vizsgálódunk, már pedig miért ne tenné ezt meg Neparácki, a szintastanulomú kultúrát vissza tudja vezetni genetikai vonalon a Kárpát-medence és az előbb említett Anatólia földműves populációihoz is. Tehát gyakorlatilag bezárul a kör, és megvilágosodik a magyar őstörténet. És ennél, én gondolom, hogy egyszerűbben nem lehet ezt megfogalmazni, a genetika pedig ennél pontosabban nem tudja. A jövőbeni kutatások, hogy arról is essen szó, elsőbb az avar népesség és a késő avar populáció genetikai térképe lesz, mert Neparáckiknak van egy olyan elképzelése, hogy az avarok beszéltek magyarul, és ezek esetleg ez az árpádi népesség megtörökül. Mondom, én nem osztom ezt, vagy legalábbis nem csak törökül. Tehát mondom, jöttek altai elemek, igen, ki lettek mutatva, de én a szintastát és a karusi vezéreket inkább magyar nyelvű népek, meg az nevek is, ugye Álmos, mert Álmába, Áradapad, abból az árpa növény, abból a D képzővel személynév, Árpád, ügyek, ügyekedő, istenkedő, tehát ezek magyar nevek. És nem török nevek, még ha törökül is árpa az árpa, de azt átvették tőlünk. Úgyhogy azt mondom, hogy a karosi az egy kétnyelvű populáció volt, minimum kétnyelvű, de hogyha tényleg itt a zindoiráni vonal is bizonyítás nyer, akkor három. Ebből ugye a magyar, az altai, és akkor mondjuk talán az iráni, különböző iráni nyelvek. A zavaroknál viszont, legalábbis a később a korszakban egészen biztos, hogy éltek magyar nyelvű egyedek, hiszen a szarvasi tűtartó mellett egy ilyen csontívég is, kiskundorozsmai talán, csontívég tartalmazza szintén a magyar székely-magyar rovásírást. Egyébként a hunkorból is vannak rovásírásos övcsatok, három darab. Az egyik a szabadbattyányi, meg még kettő. Na most ez nagyon érdekes, mert ezt a korszakot hun-germán kornak kellene nevezni, hiszen a hunokkal együtt Attila birodalmát germánok is alkották. Tehát a germánok jelenléte az jelentős volt Attila idején is. Rengeteg törzs. Hát a Varga Tibor szokta felsorolni ezeket, ugye a szkírek, rúgiak, türingiaiak, mit tudom, milyen frankok, ilyen osztrogót, olyan apám kínja. Tehát és akkor utána is, mikor a hun dominancia visszaszorul, akkor ilyen gepida, meg osztrogót, meg egyéb királyságok, vagy ilyen fejlelmségek vannak a Kárpát-medencében, nyilván a hunok egy részével, akik itt maradtak mindig, és nem csak a székelyek, még mások is. És ezek az övcsatok rúna jelei, azok valóban, való igaz, hogy a germán rúna ABC-ben megtartóak, de nem mind. Tehát én találtam olyan, vagy hát majd berakok talán képeket, vagy nem tudom, már lehet másik videóban lesz. Tehát vannak olyan rúna jelek, amik nincsenek meg a germán rúna ABC-ben. És hát na mindegy, tehát itt, de az avar rovás az bár egyértelmű, azt a Nemzeti Múzeum is rovásírásnak mondja. Egyébként Vékony Gábor, egy régész, szégyen szemre egy régész, hát nem az ő szégyene, fordítgatja ezeket, mert a nyelvészetet nem érdekli, mert a nyelvészeket, ők nem foglalkoznak ezzel. Egyébként itt Vékony megkülönböztet egy Kárpát-medencei rovást, ezt talán ezt lehet a magyarsággal kapcsolatban hozni, megkülönböztet egy sztyeppeit, ez inkább a türkökkel hozzá kapcsolatban, és ott vannak ugye a germán rúnák, ez a harmadik, de ha azt vesszük, mi sem vagyunk latinok, annak ellenére, hogy ma
ha nyelvemlék kerülne elő egy magyartól, akkor az valószínűleg latin betűkkel íródott volna. Tehát ezért ne lepjen meg senkit, hogy a Nagyszent Miklósi vannak görög betűk is, a Székelymegyoromás is, vagy egy övcsaton van germán rúna is, meg egyebek. Szóval arra akarok kiukadni, hogy ez egy heterogén csapat volt, az összes szeppeitől szövetség, úgyhogy, de ebből mi ki tudjuk magozni azt, hogy ki az, aki a magyar nyelvet szállította, ki az, aki nem. És én azt csak abban nem értek, ha úgy tetszik egyet a Lepalác kendrével, hogy azt mondja, hogy a karosiak egy török nyelvű hunszármazék vezetőréteg, és feltétlenül az avarok beszéltek magyarul. Azt mondja, az avarok, késő avarok biztosan magyarul beszéltek, erre bizonyíték van, az előbb említett két rovásírás, a szarvasi tűtartó, meg ha jól emlékszem, Kiskundorosban került elő ez a csont ívég, ez a kettő bizonyíték van. De például a karosiak között biztos, egész biztosan voltak olyanok, akik altai nyelven beszéltek. Tehát ez az, amit én állítok. Úgymond. De az, hogy az akadémia hazugsága, ami majd jön, hát hogy ez kabarok, és azok kazárnép, és nem magyar etnikum, ez hazugság. Ez nettó, rossz indulatú hazugság, hogy ezt a hazug prekoncepciót, hogy finnugrizmus fenntartsák. Én gondolom, hogy már nem szeretnék kitérni arra, hogy a magyar szállította a magyar nyelvet, csak mivel minden esetben tőlszövetségben éltek, mind a hunőseink, mind az avar, mind a magyar időszakban, ezért ha onnan van nyelvemlék, aki csatlakozott nép, és arra csatlakozunk rá, és egynyelvűnek tekintünk tőlszövetségeket, akkor mindig is rossz útra fogunk tévedni. Hát nagyjából ennyit szerettem volna hozzáfűzni a kitűnő rádió interjúhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!